szeretnék mindenkit köszönteni. Hát jól látjuk, hogy ez egy elég bonyolult téma, és lehet, hogyha most kéne leülnem, összeraknom ezt az előadást, és mindannak tudatában, ami délelőtt, meg mostanáig zajlott, akkor nem pont ugyanezt raknám össze, de most már ez van, úgyhogy ezzel fogunk élni. Hát az a hírem, hogy ugye sokat emlegették az oktatást a délelőtt folyamán. Én az oktatásról fogok egy kicsit beszélni, és ahogy Móni azt mondta, hogy a szociálpszichológiához mindenki ért, hát az oktatáshoz aztán tényleg mindenki ért. Úgyhogy próbálnám halkan azt üzenni innen, hogy az azért egy szakma. Majd előbb-utóbb. Jó, addig beszélek. Tehát, hogy tehát az oktatáshoz általában mindenki szokott érteni, mindenki tudja, meg jobban tudja, vannak jó tanácsok, és mindennek ismeretében beszélnék én itt egy pár szót az embermentők az oktatásban témájáról. Előre bocsájtom, hogy nem történelem oldalról közelítem meg ezt a dolgot. Részben azért, mert nem történelem szakos vagyok, részben azért, mert biztos ez összefügg, hogy nagyon is azt hiszem, hogy ennek a témának a taglalásához, a taglalása az a történelem tanárokon kívül is létjogosultságot kell, hogy kapjon az oktatás más területein is. És egy kicsit tanár lévén, egy kicsit lazítanám akadémiai kereteket, hogyha lehet. Tehát én egy rövid bevezetővel készültem, amiben inkább így megosztanám megosztanék bizonyos olyan gondolatokat, amiket én fontosnak gondolok, alapvetésnek gondolok, és aztán néhány példával fogok majd, reméljük, előállni. Ha bemelegszik a... Két perc. Jó. Jó. Addig akkor kirakom ilyen. Nem baj. Tulajdonképpen nem is kell a projektor egyébként, csak úgy. Jó, amikor az embermentés témájáról gondolkodunk az oktatásban, az az oktatásban egy ilyen kedvelt fejezet. Mert Wallenberg meg Oskar Schindler története az úgy olyan melegséggel tölti el a szíveket, jó érzéssel, könnyű ezzel a témával operálni. Remélhetjük, hogy mi is hasonlóképpen, kicsit ironikus vagyok, tehát hogy remélhetjük, hogy mi is hasonlóképpen járnánk el esetleg hasonló helyzetben, de hát mindenképpen bízunk benne, hogy a diákjaink aztán adott esetben végképp így fognak tenni. Tehát sokan tanítják szívesen, sokan közelednek ehhez a holokauszt témához, remek. Ja. Mondtam, hogy nem kell. Erről az oldalról, ebből a megközelítésből. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom leszögezni, vagy én is nagyon fontosnak tartom leszögezni mindazt, ami már elhangzott korábban is, hogy a holokauszt történetének a tanítása az nem lehetséges az embermentők történetének tanításán keresztül. Tehát a holokauszt története az nem az embermentők története. Tehát nem kizárólagosan, és nem maga az embermentők története. Tudnék, az üldözöttek többségét nem mentette meg senki. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy amikor mégis a megmentők történeteit tanítjuk, ezek a történetek önmagukban nem értelmezhető történetek, csak a megmentettel, vagy a meg nem mentettek történeteivel együtt értelmezhetőek. Tehát semmilyen módon nem lehet lehasítani, és nem beszélhetünk, igazándiból nem beszélhetünk tisztán megmentő történetekről az oktatásban. Ennek az előadásnak a címe a programfüzet szerint embermentés az oktatásban. Mit is értünk ez alatt, vagy mit értsünk ez alatt? Gondolhatnánk például, lerakom az összes dolgot, és akkor jó.
Tehát gondolhatnánk például, hogy azt kell bemutatnunk, hogy kik voltak azok a nagyszerű emberek, akiket az embermentők közé sorolunk. Megbeszélhetnénk a diákokkal, vagy megtaníthatnánk a diákoknak esetleg azt is, hogy mit csináltak szépen sorban ezek az emberek. Megtaníthatjuk azt is szépen, ahogy a történész ráközelít, ahogy Laci tette délelőtt, hogy hogyan csoportosíthatjuk az embermentőket, hogy volt diplomáciai embermentés, meg egyházi, meg cionista, és voltak spontán egyéni akciók is. Egy másik megközelítés inkább arra helyezi a hangsúlyt, amikor az embermentőkről tanítunk, hogy ez valamiféle aktivizmust indítson el, hogy aktivizmusra fókuszál. Ha nem is arra, hogy hogyan legyünk pont megmentők, de azért, hogy hogyan álljunk ki, hogyan legyünk képesek harcosan fellépni. Angolul egyébként ezt könnyebb megfogalmazni, oda is írtam. Kész programok vannak azzal a címmel, hogy How to be an upstander. Itt sokan vannak a közönségben, sok tanárt látok, és néhányatokat ismerem, és ismerek is képzésekről. Tudják, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ezeket a dolgokat sajnos nem lehet ilyen egyszerű kapszulában beadni, és aztán ezzel is intézhetjük a dolgot. Tehát én egy picit szkeptikus vagyok az ilyen direkt üzenetekkel kapcsolatban, és egy picit máshonnan is közelíteném meg ezt a kérdést. Szó szerint véve a címet, arról gondolkodnék, hangosan egyrészt, hogy mit is jelent az oktatás. Tehát mit értünk ez alatt, illetve kitágítva a fogalmat egy kicsit, mit értünk embermentésen, megmentésen és segítségnyújtáson. Tehát egyértelműen az, hogy mit gondolunk, mit értünk ez alatt. És aztán pedig néhány gyakorlati példát, vagy néhány példát hoznék oktatási anyagokból, illetve forrásanyagokból, és ezt picit boncolgatva szemléltetném mindazokat, amik a gondolatokat, amik elhangoznak. Oktatáson ugye az esetek többségében, és beszélek itt elsősorban a nem pedagógus résztvevőkhez a közönségben, az oktatáson az esetek többségében bizonyos ismeretek elsajátítását, illetve elsajátítatását értjük. Ez valahogy úgy néz ki, hogy van a tanár, aki nyilvánvalóan a tudás és az ismeretek birtokában van, és hivatásából adódóan mindent megtesz, hogy mindezeket az ismereteket a diákjainak átadja, vagy a diákjaival megossza. Ahogy látjuk is, ez a folyamat, ez többnyire egyirányú, a tanártól indul ki, és a diáknál landol a végén. Persze számos tanár van felvértezve mindenféle modern pedagógiai eszközzel, tehát ez nem feltétlenül frontális osztálymunka keretében zajlik, hanem lehet csoportmunka, tehát nem biztos, hogy a tanár mesél, így ahogy most én állok itt önök előtt, mesél Wallenbergről, a diákok pedig isszák a szavait, megtanulják szépen a tudnivalókat, dolgozatot írnak belőle, aztán jelesre vagy négyesre mondjuk legrosszabb esetben felelnek. Az is lehet, hogy csoportmunkában dolgozzák fel ezeket, kutatómunkát végeznek, fotókat gyűjtenek, videófilmet készítenek a megmentőről, vagyis minden megfelel a korszerű pedagógiai követelményeknek. Kérdésem, hogy ebben az esetben, akár ebben az esetben is hátradőlhetünk-e elégedetten, hogy mindent megtettünk. Biztos azért kérdezem, mert nem. Van néhány dolog, amire mindenképpen felhívnám a figyelmet, amire mindenképpen fókuszálnunk kell, amikor elővesszük akár ezt a témát, akár más témát ebben a kontextusban. Tehát mit is akarunk, miért is tanítunk a megmentőkről? Mi a pedagógiai célunk? Mit akarunk elérni? Mit szeretnénk elérni? Mindezt milyen tanulási folyamaton keresztül fogjuk elérni? Tehát hogyan fogjuk mindezt elérni? És hogyan közelíthetünk az elérendő célunkhoz. Azért fogalmazok egyébként ilyen kevésbé határozottan, tehát, hogy közelíthetünk, és törekszünk, stb. Mert azt gondolom, hogy az téves felbuzdulás lenne a részemről, hogyha bármire is azt gondolom, hogy ez a dolog megcsinálható. Közelíthetni tudunk, törekedni tudunk, és igyekszünk minél messzebbre jutni. Tehát ahogy
talán az már kiderült, ahogy említettem az előbb az ismeret átadást, ez számomra nem, vagy semmiképpen nem elsődleges pedagógiai cél, amikor a korszakról vagy az embermentőkről tanítunk. Sokszor hivatkoznak arra, hogy az oktatás egyik fontos célja, hogy felelős, aktív állampolgárokat neveljünk a diákokból, akik képesek és hajlandóak kiállni ügyekért, és ezért fontos a megmentőkről tanítani, hiszen a pozitív példa majd a diákok számára követendő és követhető lesz, és kisvártatva, hogyha ezt sokat csináljuk, akkor kisvártatva majd elérkezik minden világok legjobbika. Hát az a rossz hírem, hogy ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, az nem elegendő, hogy jó sokat emlegessünk bizonyos dolgokat a diákoknak. Tehát ennél többre van szükség. Itt egy ábrát tettem föl, hogy plan A doesn't work. Tehát, hogy ez még nem történt meg. Ha viszont ez nem történt meg, ha a plan A nem működik, az A terv nem működik, akkor kell egy B terv. Tehát mi is legyen a pedagógiai célunk, mit akarunk elérni, mire használjuk ezeket a történeteket. Az én véleményem szerint, vagy az én hozzáállásom szerint az oktatásunk során az egyik fontos kitűzendő cél az, hogy a diákok független gondolkodóvá váljanak, autonóm személyiségekké, és az oktatás minden elemének ezt kell megerősítenie. Így a megmentőkről való tanítás is ezt a célt kívánja szolgálni vagy segíteni. A tanulási folyamat során lehetőséget kell adni a diákoknak, hogy saját értelmezéseiket kialakítsák. Kell, hogy legyen terük, kell, hogy hagyjunk nekik helyet ahhoz, hogy hozzáférjenek akár a múltbeli események, akár a megmentők történeteinek saját értelmezéséhez. Nem írhatjuk elő nekik, hogy mit kell gondolniuk, hogy hogyan értelmezzenek bizonyos eseményeket, bizonyos cselekvéseket. Ahogy nem írhatjuk elő nekik, hogy mit kell érezni bizonyos helyzetekben, vagy mit érezzenek, így azt sem írhatjuk elő, hogy hogyan értelmezzenek bizonyos eseményeket, vagy bizonyos magatartásformákat. Nem mutathatjuk meg, hogy mi a kívánatos, üdvözítő magatartás egyes helyzetekben. Mit tehetünk? Tehetjük azt, hogy olyan tanulási környezetet, tanulási helyzetet teremtünk, amiben lehetőséget adunk a diákoknak, hogy ezekhez a saját értelmezésekhez hozzáférjenek, csak úgy, mint ahogy lehetőséget adunk nekik, hogy a saját érzéseikhez hozzáférjenek. A múlt nem instrumentalizálható, és a jelentéseket nem írhatjuk elő. Tehát úgy kell összeállítani a tananyagokat, hogy az a diákokat további töprengésre, kérdések felvetésére ösztönözze. És itt van egy fontos dolog, amit meg kell említenünk. Ennek a témának a tanításakor nagyon gyakran egyszerűen megváltoznak a tanórai szerepek. Ugye, ahogy beszéltem róla az elején, a hagyományos szerepben a tanár van az egyik oldalon, a diák a folyamatnak a végpontján, ezek a szerepek ezek viszonylag leosztottak. A téma tanításakor megváltoznak ezek a szerepek, hiszen nem csak a diáknak lehetnek kérdései, hanem a tanárnak is lehetnek kérdései. A tanár kihangosíthat és megfogalmazhat olyan dilemmákat, amire neki magának sincs válasza, és ez egy megváltozott pedagógiai szituáció. A tanár tulajdonképpen, másképp nem tudom mondani, átáll. Ugyanakkor ez az átállás, ez a tanulási helyzet, tanulási szituáció, ez borzasztóan segíti annak a bizalomnak az erősítését, amiről egy másik kontextusban Móni is beszélt, tehát a tanórán megteremtendő bizalom az alapvető feltétele annak, hogy eredményesen tudjunk ebben a közegben dolgozni, és ehhez ezeknek a megváltozott szerepeknek az ismerete, felismerése és elfogadása akár a tanár részéről is elengedhetetlen. Sokat segít, hogy elérjük azokat a célokat, amiket kitűztünk magunknak. Fontos, hogy a diákok ne érezzék azt, hogy készen kapott válaszokat kell a magukénak tenni, magukévá tenniük, igen. Tehát maguk alkothassák meg ezeket az értelmezéseket, és hogyha ezt engedjük, akkor
lehetőséget adunk arra, hogy egy picit elemelkedjenek a témától, és aztán később kevéssé váljanak manipulálhatóvá, hiszen tulajdonképpen mit is akarunk? Azon túl is akarunk valamit, hogy ezek a gyerekek tudjanak valamit Slakta Margitról, vagy tudjanak valamit Wallenbergről. Azt is szeretnénk, hogy ők valamilyen módon autonóm személyiségként legyenek képesek az életükben működni. Szó volt délelőtt erről a múltról tanítunk a jövőért, valaki emlegette, tehát valahogy így képzelem ezt én is. Tehát, hogy kevésbé lesznek manipulálhatóak más témákkal kapcsolatban is. Ez persze egy nagyon szépen hangzik, de hogy is csináljuk mindezt? Az a jó hírem van, hogy vannak erre, ennek a, mindezeknek a tanórai megteremtésére, vannak pedagógiai elméletek, amelyeknek a használata a gyakorlatban segít. Nem fogok most részletekbe bocsátkozni a konstruktivista pedagógiát illetően, de megemlítem, mert úgy gondolom, hogy nyilván a tanárkollégák tudják, a nem tanárkollégák meg nem baj, ha megtudják, hogy itt van ilyen is. Tehát, hogy a konstruktivista pedagógiai elmélet az nagyon alkalmas keret ahhoz, hogy ezt a témát eredményesen tanítsuk. Az úgynevezett RJR modell, csak azért nem állom meg, hogy ezt el ne mondjam. Tehát úgy néz ki ez egy konstruktivista keretben működő tanár vagy tanóra, hogy a tanórát úgy építjük fel, hogy van egy ráhangolódás elem, van egy jelentésteremtés elem, és van egy reflektálás elem, és mind a három elem borzasztóan fontos. Tehát az fontos, hogy amikor a jelentésteremtésben vagyunk, akkor a diákokkal közösen konstruáljuk meg azt a tudást, amit szeretnénk, hogy elsajátítsanak, és borzasztóan fontos, hogy lehetőséget adjunk nekik arra, hogy reflektálhassanak a tanultakra, a tanultakhoz való viszonyukra, a többiek gondolataira, tehát egy sokkal tágabb keretet adunk a diákoknak, és megint csak ezáltal eszközöket adunk a kezükbe arra, hogy nem csak ezzel a témával kapcsolatosan, hanem más környezetükbeli történésekkel kapcsolatban is hasonlóan tudjanak reflektálni. Még egy borzasztóan fontos dolog, hogy ne szimplifikáljuk az eseményeket. Megint csak kapcsolódik ahhoz, hogy ne kapjanak a diákok kész válaszokat. Ne engedjük azt, hogy ez a téma, tehát csak elég, ha a mai délelőtre gondolunk, hogy hány szintről közelíthetjük meg, és hány módon boncolgathatjuk. Ez egy borzasztóan komplex, nehéz téma. Ha abba a téves hitbe ejtjük a diákokat, hogy erre a bonyolult témára egyszerű válaszok adhatók, például leegyszerűsíthetők a megmentő történetek jók és rosszak történetére, akkor becsaptuk a diákokat, és ha erre egyszer rájönnek, akkor oda a bizalmi légkörnek. Ezt megtehetjük úgy is, hogy többféle megközelítésből nézzünk meg dolgokat. Tehát egyrészt nem kívülről teszünk eléjük történeteket, hanem egy picit megpróbálunk ezekbe a történetekbe belemászni, és mélyebb jelentésrétegeket lefejteni róluk, és picit más perspektívába helyezni egyes történeteket. Mindjárt egy picit érthetőbb lesz, mert fogok mutatni erre példákat, remélem. A jó és a rossz absztrakt fogalmán hoz nem tudnak kötődni a diákok, az nem lesz releváns számukra, és nekünk az kell, hogy valamilyen módon relevánssá váljon a diákok számára mindaz, amit csinálunk velük. Fontos, hogy megértsék, és mi magunk is tudjuk, hogy a megmentők történetei nem egyszerűen morális tanmesék. Sokkal többek annál, és mélyebb jelentésekkel bírnak, mint az úgynevezett morális tanmesék. Itt csak egy gondolat. A Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség pedagógiai irányelveiből egyet idéztem, ami ide kapcsolódik. Ha jól tudom azt, hogy ezt magyarul olvashatjuk, azt a Móninak köszönhetjük, úgyhogy ezúton is köszönjük, mert a Móni fordította le. Tehát ezek az irányelvek elérhetők magyar nyelven is magyarországi kollégák számára, tehát aki ezzel a témával foglalkozik, annak mindenképpen ajánlanám, hogy először érdemes ezeket végigolvasni. Nem olvasom el, mert mindenki látja a
jó és rossz szimplifikációjára vonatkozó az ajánlásnak ez a része. Jó, bocsánat. Jó. Tehát egyrészt van ez a remek kis pedagógiai elmélet. De ezen kívül még számos más eszköz áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezeket a pedagógiai célokat olyan eszközök vannak állnak a rendelkezésünkre, amiket használhatunk, hogy ezeket a pedagógiai célokat megvalósítsuk. Autentikus források használatára gondolok itt, tárgyakra, dokumentumokra, visszaemlékezések sorára, memoárokra. Ugyanakkor nagyon fontos azt is tudnunk, hogy mindezek a dokumentumok, ezek a források önmagukban megfelelő pedagógiai kontextus és alkalmazás, mediálás nélkül nem érik el a céljukat. A mai alkalomra hoztam néhány példát visszaemlékezésekből, elsősorban a Dél-Kalifornia Egyetem SOA alapítványának vizuális történelmi archívumából származó videóinterjúk részleteit, még egy másikat is, ha lesz időnk. És azt gondoltam, hogy azt vizsgáljuk meg ezeknek a történeteknek, vagy rövid kis klipeknek a megtekintésével és meghallgatásával, hogy milyen kérdéseket vethetünk föl, milyen kérdések merülhetnek fel. Ugye ezek a komplex történetek, én azt gondolom, hogy mindegyik, amit meg fogunk nézni, több síkon értelmezhető, milyen lehetséges kérdéseket vetnek föl. Például felvetik azt a kérdést, hogy kit tartunk megmentőnek. Ugye, amikor először elhangzik ez a szó, hogy megmentő, akkor ez olyan természetes. Aztán, ahogy a Gyuri előadásában az előbb hallottuk, hogy persze fizikálisan valaki megment valakit, az életét megmenti, de azért ezennél egy kicsit árnyaltabb, tehát nem megint csak a jó és a rossz, a fekete és a fehér tengelynek a két végpólusa között sok minden más is van. Tehát kit tartunk megmentőnek? Hogy értelmezhető-e ez a jó ember, rossz ember tengelyen? Hogy hőse a megmentő? És most gondolkozunk általános iskola felső tagozat középiskolás korosztály van, tehát hogy velük, amikor arról beszélünk, hogy ki a megmentő, akkor nagyon gyakran egy ilyen hős figura jelenik meg. Erre még vissza fogunk térni. Milyen a megmentő és a megmentett viszonya? Tehát ahogy mondtam, a megmentő a megmentettel együtt értelmezhető csak. Milyen motivációk és dilemmák merültek fel? Tehát ez nem egy leosztott dolog, hogy valaki hősnek vagy megmentőnek születik, hanem ott bizony komoly dilemmák vannak. Tehát, ha például egy középiskolai vagy általános iskolai osztályba feltesszük ezeket a kérdéseket, hogy milyen egy megmentő, miket csinál, mi motiválja, akkor milyen válaszokat kaphatunk? Bármi ötlet? Képzeljék magukat mondjuk második gimnáziumba vagy hetedikbe. Tehát milyen egy megmentő? Milyen? Az aktuális interneten játszható játékból lejön. Bizony, ami az aktuális játékból meg... Igen, hogyha egy picit többet olvasott az a hetedikes, akkor azt mondja, mint az Anna-Mari, hogy Raoul Wallenberg a megmentő. Igen. Aztán még... Mit csinál ez a megmentő? Mit csinál? Kardjával valamit csinál, tehát biztos, hogy valamilyen harcos dolgot csinál. Aha. Útlevelet. Igen, ez a képzettebb tagozatos osztályban azt mondják, hogy az útlevelet, igen, hamisít útlevelet, hanem kardozik. Igen. És miért csinálja ezt? Hát mert jó, hát persze, hát mert jó. És még miért? Jó. Tehát, mert elnyeri a jutalmát majd egyszer, majd hős ilyen flecsétet kap meg ilyesmi. Jó, tehát általában ilyen válaszokat szoktunk kapni, hogy a megmentő az bátor, erős, vagy komoly, jó és igazságos. Elszánt is, persze. Bújtat, meg életet ment, bizony. És hát ugye szeretetből csinálja ezt, meg barátságból, meg igazságosságból, meg hát jóságból, azt elfelejtettem odaírni. Igen. Így van. Jó.
Hát, hogyha ezt gondoljuk így a megmentő szerepnek, akkor bizony valóban ez a megmentő szuperhős, vagy hős, vagy szuperhős kerül elő, pláne ha még az internetes játékokat is mellé tesszük, akkor mindenképpen. Akkor itt még egy rövid idézetet tennék be az Ira ajánlásokból. Hogyha elmarad a holokauszt tanulmányozása közben elmarad a sztereotípiák megkérdőjelezése, azaz minden elkövetőt őrültként vagy szadistaként, minden embermentőt hősként, bátorként, jóságosként és kedvesként, minden benne avatkozott közömbösként jelenítünk meg, annak az a veszélye, hogy elembertelenítjük a múlt szereplőit, aki igazi emberi lények helyett karikatúrákká válnak. Tehát miért probléma ez? Miért probléma, hogy hát ilyen sarkos kép alakul ki a diákokban? Mert azért probléma, mert azt a téves üzenetet küldjük, hogy ez valami emberin kívüli. Tudnék, a népirtást emberek követték el, a minden szereplő ember az emberi tulajdonságokkal együtt. És hogyha ezt valamilyen módon kihelyezzük ebből a közegből, akkor a diákok számára még inkább irrelevánssá válik a dolog, még inkább eltávolodik tőlük ez az egész. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberi jelleget megtartsuk. Hogyan mutathatjuk be, hogy a hős is ember? Hát például bemutathatnánk úgy is, ahogy például az egyik tananyagunkban szerepel is, hogy beszéljünk itt Wallenbergről, hogy Wallenberg testvére, Nina, elmeséli azt, hogy milyen volt az, amikor az ifjú Raúl a tánciskolában esetlenkedett, és hogy milyen nehezen ment neki ez a táncolás, viszont mennyire szeretett beszélgetni, meg kirándulni, meg síelni. Ez is egy, tehát az emberi oldalnak ez a direkt ábrázolása is lehetséges. Én most egy másik példát hoztam a Wallenberg Lecke című tananyag, videóinterjús tananyagból. Egy rövid klipet, két perces klipet, Wimmer Éva interjú alanya a megmentővel, aki Wallenbergnek tolmácsa volt fiatal lánykorában. Mielőtt meghallgatjuk, csak felhívom a figyelmet arra, hogy ez egy Wallenberg Lecke című tananyagról szól, és ugye arról beszélünk, hogy Wallenberg milyen megmentő volt, de közben Wimmer Évát, aki kísérte a halálmenetekből az embermentésre Wallenberget, őt halljuk. Tehát a ki a megmentő, vagy ki is a megmentő kérdése, még mielőtt elkezdtünk volna a dologgal foglalkozni, már árnyaltabb, mint ahogy ezt általában gondolni szoktuk. Azt szeretném kérni, hogy mindenki csak egy gondolatot, tehát úgy nézze ezt a rövid filmet, hogy egy gondolatot, ami nagyon fontos neki emeljen ki magának, jó? Nem fogom levizsgáztatni a társaságot. Megismerkedtem Valdemár Langlettel és Nina Langlettel a feleségével, akik a svéd Vöröskeresztnek volt a főtitkára, egyébként a svéd követség kultúrattaséja és a Budapesti Egyetemen, a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen a svéd és finn nyelv tanára volt. És közvetlen munkatársa lettem, igen, október 18-án kiszólt nekem a Langlet professzor, hogy nem jönnék ebbe egy pillanat, ő tudta, hogy én nagyon jól tudok németül. Hát ott volt egy elegáns, jelentéktelen férfi, Wallenberg, és mondta, hogy a követség titkár úr embermentéssel, nagyon veszélyes munkával, és ez részletesen foglalkozik, és megtenném-e, hogy a magyar náci szerveknél különböző akciókban, ahol várhatóan nem tudnak németül, se svédül, tolmácsa és kísérője lennék. Mondtam, hogy nagyon szívesen vállalom. Minden védett ház kapujába két géppisztolyos nyilas őr állt. Nem lehetett kibejárkálni. És elvileg egy órát ki lehetett volna menni vásárolni, de senki sem mert kimenni, mert az utcán, kérem szépen, szabad préda volt, aki kiment sárga csillaggal. Szabad préda volt, az bárki agyonüthette, autó alá lökhette, és azt mondhatta, hogy valami rosszat mondott a végső győzelemre, és ott lelőtte. Szóval törvényen kívül volt. Akkor úgy jött a két furgon, két önként jelentkező sofőrrel,
Mostok a nyílt parancsot, ki a parancsok, ki itt a vezető, XY testvér, nyilas pártszolgálatos testvér, nyilas pártszolgálatosok is értik. Hát mondtam, hogy a titkár úr ez és ez, elmondtam neki a szöveget, hogy mondtam, hogy a semleges svéd királyság követségének a titkára, Raoul Wallenberg úr hozott egy nyílt parancsot, mert ezeknek a személyeknek svéd útlevélig érvényük elő, vízumuk van, és ezért Budapestre kívánjuk szállítani őket, hogy a végső győzelem után majd Svédországba kivándorolhassanak. Hűvös, kultúrált, elszánt úriember. Egyszer megkérdeztem, mondja a titkár úr a kocsiba, maga nem fél? Szóval dehogy nem, de hát egy kultúrembernek egy tulajdonsága, hogy le tudja győzni az indulat, hogy se fél, hanem is egy indulat. Mindenki ki tudott választani egy gondolatot, ami fontos, csak így van olyan esetleg, aki meg is osztaná? Kultúrember meg le tudja győzni az indulatait, igen. Igen, de hát nehéz lefordítani, igen. Aztán? Jelentéktelen. Elegáns, de jelentéktelen, ugye? És akkor, ha ezt valaki ebben megakad, akkor mindjárt oda tehetjük az óra előtt felvázolt, hogy néz ki a hős elképzeléshez, ugye? Hogyan támasztja alá, vagy alátámasztja ez a videóklip mindazt, amiről beszéltünk? Hogyan támasztja alá? Wallenbergről beszél? Igen. Csak a megmentőkről beszél? Nem. Tehát ott van egy-két nagyon fontos momentum, hogy Szabad Préda volt, aki Sárga Csillaggal kiment. Ugye? Tehát sokkal komplexebb módon beszél az eseményekről, természetesen az embermentés kontextusában. Tehát amit szeretnék megmutatni, hogy egy picit odébb lépünk, egy picit kijebb emeljük a történetet a dobozból, és egy picit máshogy nézünk rá. Nézzünk egy másik példát. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valaki, aki felismeri a képen látható embert? Azt tegye meg, hogy felteszi a kezét. Jó, senki. Aki mégis közben felismerné, azt megkérem, hogy ne. Tehát, hogy most csak figyeljem. Ne szóljon bele, igen. Ne szóljon bele. 10 percem van. Jó, akkor gyorsítok egy kicsit. Jó. A képen, akkor most nem játsszuk el, hogy ki van a képen. A képen egy megmentő van. Kivételesen egy nem magyar példát hoztam. Leopold Socha látható a képen, aki Lvovi csatornamunkás, és 43-ban a Lvovi gettó likvidálása előtt egy csoport zsidó, aki a csatornában menekül, biztos sokan ismerik a történetet, őket megmenti. Élelmet visz nekik a csatornába sok-sok időn keresztül, élelmet, vizet, stb. Jó ember? Uh-huh. Jó ember. Jó. Akkor most meg fogunk hallgatni egy nagyon rövid részletet Christine Keren interjújából. Angolul van az interjú, magyarul feliratozva, aki a 20 megmentett zsidó közül az egyik kislányként élt át ezt az eseményt. One day they got through and they came to the They entered the sewer. When they entered the sewer, they were standing there. They saw suddenly a light. The light came closer, and suddenly a voice, "What are you doing here?" And my father recognized that this is Polish. And he said that he came closer to those people. There was the sewers worker. And they ask my father, "What are you doing here?" And he said that I'm trying to find a hiding place for my family. And one of them said, "You know, we can help you, but it will cost you a lot of money."
Mi volt itt a végén? Sokba fog kerülni. Jó ember? Hát egy bizniszmen. Hát igen, igen. Ugye mit kell tudnunk, hogy erről tudjunk beszélgetni, vagy miről tudunk beszélgetni ennek a klipnek a kapcsán? Egyrészt tudunk beszélgetni arról, hogy mi az, hogy jó ember vagy rossz ember, lehet-e ezen a tengelyen mozogni, hogy ez az ember megmentette azt a néhány zsidót, hogy a dolgok nem feketék és fehérek feltétlenül, hogy a szereplők emberek, és van, aki pénzt kér azért, hogy megmentse a másikat. Ugyanakkor ismernünk kell, talán Laci utalt erre délelőtt, hogy a történelmi kontextus ismerete borzasztóan fontos. Tehát abban az időben, ahol járunk, Lvovban, a zsidók pújtatásáért halálbüntetés járt, meg a feladásukért jutalom. Tehát, hogy ezek nem egyértelmű helyzetek. De ez a történet, ez még ennél is bonyolultabb. Ugyanis nem látta senki a filmet? Az Agnieszka Holland filmet, igen, jó. Egy következő klippel illusztrálnám azt, hogy mennyire bonyolult a helyzet, és hogy mennyire nem tudjuk megmondani akkor sem, hogy jók az emberek, vagy nem, amikor azt gondoljuk, hát, hogy pénzt kért érte, picit gyanakszunk. Hallgassuk ezt tovább. Here, 14 months we stay in this place. We started to organize our life. My mother asked Soha to bring her candles that she can Friday night that she can light the candles. Soha was very religious man. He was a Catholic, very religious, and he really admired people who were religious. He didn't care if this is different religion. And he liked, you know, when my mother, she was afraid to ask him, but she asked him. He said, "Of course, sure, I will bring it to you." Friday night, my mother was lighting the candles. Once a week, Soha was taking our dirty clothes to washing. His wife, she was doing the laundry of our clothes. And we have, you know, those 14 months. It seems like 14 years, every year. Every day it was like a year to pass. And Soha used to bring newspaper to my father because he was reading. He wanted to know what's going on, what's the political situation, and where is the army. Everything he wanted to know. He was always discussing this with Soha. Nincs időnk belemenni a klip elemzésébe, de ugye itt azért többről van már szó, mint egyszerű pénzért vett életért. Tehát nem vették meg ezek az emberek azt, hogy ő beszélgessen velük, hogy gyertyát vigyen. Ugye mindez a csatornában zajlik. Tehát a 14 hónap, amiről beszél, az a Vovi csatornában zajlik. Nagyon fontos még itt elmondanom azt, hogy a videóklipeket soha nem illusztrálásra használjuk, tehát nem azt mutatjuk meg ezzel, hogy na milyen volt az élet, ha egyetlen ezt lehet mondani, milyen volt a, nem is nem szeretem ezt a szót használni erre, csak ugye a szavak nem elégségesek a történések kifejezéséhez, tehát hogy milyen volt a levés a Lvovi csatornában 14 hónapon keresztül, mert ezt nem tudjuk megmutatni. Tehát ha valaki tanítása során azt gondolja, hogy ezt meg tudja tanítani, meg tudja mutatni, az téved. Ennél csúnyább szó is eszembe jut. Közelebb tudunk menni hozzá, megpróbálunk gondolkodni közösen a diákokkal, értelmezni tudjuk, és az értelmezésben helyet adunk az ő értelmezéseiknek. Van itt még néhány klip, amit megmutatnék, de akkor most rövidítek. És mivel szóba került valahogy a délelőtt során, lehet, hogy nem erre gondolt Zsuzsa az egyenruhás embermentésnél, de mivel ez egy hosszabb klip, és nem szeretném kihagyni, és már csak 5 percem van, ezért ezt megmutatnám.
két rövid, nem annyi, az első nem annyira rövid részletet fogunk hallani, vagy látni Ernst Bokor visszaemlékezéséből, aki cionista embermentőként nyilas ruhába öltözve mentett. Természetesen itt a történés, itt van egy kis hősi színezete a dolognak, de ha megnézik a klipet, akkor látni fogjuk, hogy a reflexiók, ahogyan ő erre visszaemlékszik, és ahogyan az ehhez kapcsolódó történésekhez kapcsolódó érzéseit is elmondja, az elemzésre nagyon is alkalmas. Once I went to a meeting, but I had to go to the kind of Nazi meeting, and over there was told that they are hiding 6 Slovak Jews in an abandoned synagogue where they used to slaughter the chicken. And even one of the guys wanted to be funny. He says, Ernie, how about you go to Shadem in Danube River? I didn't take it took a joke. I was standing like by door. I opened slowly the door and sneaked out in the darkness. And ran, I don't know, but I was running till the synagogue. How far was it? I don't remember. I came to the synagogue and banged on the door. I know that I have very short time. Came out a old man. And he says, what Ivan? I say, you have over here. He saw that I am in Nazi uniform. He got scared. Say, I know that you have over here Slovak Jews, you have to give him out. He says, no, I don't have. He started to, God bless him, wherever he is. He is probably a long time dead. He says, no, we don't have over here nobody. And on the end came his wife, both of them started to deny, but I told them, I will shoot you, both of you. If you don't give out the Jews, I will shoot you, both of you. When I took out the gun, they got scared. They gave out the juice. So he was walking down the street toward the Danube River. I knew that on that side of the river they cannot stay. I had to take them on the other side. That was bombed streets and places to escape. It was a curfew, even I think even from Christians, except the military and for us Nazis. So we came to the bridge over there, yes. I was cursing them coming to the bridge, and the military police, a German military police and a Hungarian military police stopped me. Stop, who are you? I said, I have over here 5 Jews. I have to take them to the committee building, to the Nazi committee building. So they, okay, cross the bridge, but fast because the bridge is unsure. It was mined. We crossed the bridge, we went over, and they started to talk to each other in Slovak that if anybody stay alive, we'll tell their family what happened. They thought that I'm going to execute them in the river. When we crossed the river, we came to a small street, and I told them, I am a Jew too. Hozzátartozik a történethez, azt elfelejtettem az elején mondani, hogy egy felvidéki kis faluból származik, és beszélt szlovákul, tehát értette, hogy ezek a szlovák zsidók mit mondanak, amikor mit beszélnek egymás között, amikor a hídon átmennek. Akkor befejezésként még egyetlen egy klipet mutatnék meg, és aztán hát van még... És maga a falu. Bocsánat. Kármán Györgyöt Szegedről deportálták, ausztriai lágerbe került, ahol a család együtt maradhatott, és itt gyerekként egy gyerekkori emlékéről beszél. A kérdés az, hogy az esemény szereplője megmentő-e? Ez a kis település. Rendkívül jó indulatúak voltak. Egy vendégfogadó tulajdonosa, akinek egy velem egykorú lánya volt, az édesanyámat arra kérte, hogy ezt vagy azt vagy amazt varja meg, és adtak enni. A kislány, akit Adélnak hívtak, a régi tankönyveit ideadta nekem
hogy tanulhassak, és füzetet és ceruzát adott. Az életükkel játszottak egyébként, mert ez tilos volt, zsidóban szóba állni. Ott tanította meg édesanyám nekem a Goethe Wanderersnachtliedeket, az Über allen Gipfeln ist Rot. Ott láttam saját szememmel, hogy Heine helyett unbekannter Dichter, ismeretlen költő. Du bist wie eine Blume, ismeretlen költő. Egy tankönyvben, ahogy őket tanították. Ez a kislány, a vasárnap nem kellett dolgoznunk. Akkor vasárnap egy kicsit játszottam vele, meg egy-két társal, azt mondta nekem, vedd le a sárga csillagot, te is ugyanolyan gyerek vagy, mint én. Tehát megmentőnek tekinthető-e a dél? Értelmezhetjük-e a megmentést árnyaltabban ennél, mint ahogy először nekifutunk? Van-e valami mindezek ismeretében? Meg tudunk-e valamilyen megmentői típust, vagy milyen egy megmentő? Tudunk-e válaszolni erre a kérdésre? Én nem nagyon szoktam tudni válaszolni kérdések, de ha valamit erre lehet mondani, talán azt, hogy ezeknek az embereknek van valami, vagy volt valami személyes autonómiájuk, valami olyasmi, amire, ha visszagondolnak a bevezetőre, amire mi szeretnénk felkészíteni, vagy képessé tenni a diákjainkat. Köszönöm a figyelmet.